Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Egy személyes show műsor van ma reggel, mégpedig egészen konkrétan hétfő reggel van, május 30-án. És ilyenkor úgy gondoltam, hogy ez a szép májusi nap és egy évforduló közelsége egy remek alkalmat biztosít arra, hogy folytassuk azt a hébe-hóba folytatgatott sorozatunkat, ami azt tárgyalja, hogy pontosan, vagy hát nagyjából egy-két héten belül pontosan mi minden történt 60 évvel ezelőtt. Ugye ezt a sorozatot tavaly indítottuk Suminszky Nándorral együtt, amikor ugye a Gagarin évfordulóra készültünk. Ugye 1961-ben repült föl Gagarin, és aztán hébe-hóba még visszakapcsoltunk erre a témára. Persze csomószor ezt elsöpörték az aktuális űresemények, de például volt szó arról, hogy egyébként éppen az is a napokban volt 61 éve, hogy Kennedy elnök elmondta a híres beszédét, amelyben úgymond elküldte az Egyesült Államokat a Holdra. Hát ennek ugye tavaly májusban volt a 60. évfordulója, erről is volt adás, aztán visszakapcsolódtunk erre a szárra akkor is, amikor nyáron, júliusban, 2021-ben egy konzervadás keretében arról beszéltem, hogy hogyan történt az emberes űrrepülések történetének első igazi űrhajó törése, amelynek keretében Gus Grissom, a második amerikai, aki feljutott az űrbe, úgy járt, hogy a leszállás után a kabinja elsüllyedt az óceánba, és hogy ennek mi volt az oka, meg aztán hogy szedték ki, szóval erről is volt egy adás. És persze azért 60 évvel ezelőtti világban azóta is nagyon sok minden történt, csak hát ezt ugye nem vettük végig, éppen azért, mert például amikor John Glenn repülésének, az első amerikainak, aki földkörüli pályára állt, az ő repülését kellett volna úgymond ünnepelni, mármint ennek a 60. évfordulóját, az február 20-a volt, hát aznap volt az, amikor úgy éreztem, hogy ő jobbnak láttam, hogy az ukrajnai űrprogramról tartsak egy ilyen kis összefoglalót, úgyhogy ilyen esetekben például erről lemaradtunk. Érthető okok miatt, sajértető és sajnálatos okok miatt. Most viszont itt van az 1962. május 24-i repülésnek a közelsége, ami a második amerikai repülés volt a föld körüli pályán, amit nem más hajtott végre, mint Scott Carpenter, Malcolm Scott Carpenter a teljes nevén, nevezve az amerikai pilótát, aki 1925-ben született és 2013-ban halt meg. Ez egy nagyon kalandos űrrepülés volt a rövidsége ellenére, és hát nagyon sok mindent lehetett belőle tanulni egyébként éppen az emberi oldaláról is az űrrepüléseknek, de arról is, hogy egyébként, ami akkoriban még egyáltalán nem volt úgymond kiérlelve, hogy hol húzódik a földi irányításnak, és hol húzódik magának a pilótának a felelőssége. Egyáltalán az űrkutató társadalom, vagy hát az a korabeli NASA az eléggé megosztott volt azt a kérdést tekintve eleve, hogy egyáltalán az űrhajón ki a főnök? Tehát ki parancsol egy űrhajón? Ugye ez azt jelenti, hogy persze ott van a földi irányító központ, aki tulajdonképpen elmondható, és ez mindmáig így is van, hogy sokkal több információval rendelkezik az űrrepülésről magáról, mint a fedélzeten levő emberek, vagy ember. Ugye másfelől azonban mégiscsak a fedélzeten levő ember az, aki egyrészt ugye rögtön a saját bőrét viszi a vására, másrészt pedig hát azért mégiscsak neki is lehetnek olyan benyomásai, intuíciói, vagy hát olyan információi, például amiket azáltal szerez, hogy mondjuk kinéz az ablakon, amik viszont a földieknek nem állnak rendelkezésére. Na most nem volt éppen emiatt mindig felhőtlen a viszonya a földi irányításnak és az űrhajósoknak, és ez megjelent az űrkorszak legelejétől kezdve. De az első repülés, ahol igazán elkezdett kijönni ez a dolog, hogy itt nem teljesen tiszták azok a határvonalak, hogy tulajdonképpen a földi irányítás az parancsol-e az űrrepülést végrehajtó személynek,
vagy nem, vagy hogy végül is ki az utolsó szó, vagy kinek a helyzetértékelése bírálhatja felül a másikat, az ugye éppen ezen az 1962 májusi repülésen jött ki először élesen. Hát korábban az amerikai űrrepüléseken nem is nagyon jöhetett ki, hát mik voltak az előtt? Ugye vegyük át gyorsan addig, hogy hát egy kézen megszámolható ember járt addig az űrben. Ez úgy történt, hogy hát lehet, hogy mindjárt megnézem, hogy hány ujjam van pontosan, és akkor kifutunk belőle, lehet. Tehát 1961. április 12-én a nyugati világot teljesen letaglózva felment Yuri Alekszejevics Gagarin a Vostok űrhajó fedélzetén, és megkerülte a Földet. Három héttel később, 61. május 5-én felment Alan Shepard, az első amerikai űrhajós voltam, de az ő rakétája, a Redstone, az nem volt arra tervezve, hogy földkörüli pályára álljon, ő csak egy ilyen kis űrugrást hajtott végre, egy ilyen 15 perces űrrepülést, ami azonban természetszerűen nem kerülte meg a Földet, csak mondjuk Floridától nagyjából a Bahamáig tartó pályaívet szépen végigrepült. Ezt követte a júliusi repülés, 61. júliusban, amit már említettem, Gus Grissom, ugyanilyen 15 perces, úgynevezett szuborbitális repülés. Utána aláztak a szovjetek 1961. augusztusában. Felküldték Germán Titovot, aki Gagarin tartaléka volt korábban, de nem ám egy eleve a 15 perces repülésekhez képest megalázó egykörös földkörüli fordulatra, mint Gagarint, hanem 17-szer kerülte meg a Földet, ami azt jelenti, hogy több mint egy napig volt fönt az ember. Ami egyrészt tényleg azt jelentette, hogy ennek az embernek már élnie kellett az űrben, és ő volt az első egyébként ennek megfelelően, aki először tapasztalta azt az űrhajósoknak kb. A felét mind a mai napig érintő mozgásbetegséget, űrbetegségnek is nevezik, ami a súlytalanság miatt áll elő, tulajdonképpen egy tengeri betegségszerű tünet együttest eredményez, hát hiszen az ember fülében a vesztibuláris járat az nem tudja, hogy merre van a lefele, mert nincs, ezért a kis zacskó vagy zsákocska, ami függő onként működik a fülünkben, össze-vissza lebeg, egyik fülünkben erre, másikban arra, ellenmondó információk jönnek az agyba, az űrhajósok elkezdenek szédülni, és hát a Titov ezt tapasztalta is. Tehát ugye itt már űrorvosi tapasztalatok voltak. Kiderült, hogy igen, lehet élni és dolgozni az űrben, de nem minden szempontból annyira egyszerű. Na miután a Titov felment, az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ebből a szuborbitális bóckodásból mindenképpen elég lesz, és bár eredetileg még több ilyen 15 perces kis repülést terveztek volna, de hát úgy döntöttek, hogy bizony ezeknek már leáldozott, hiszen ez elég komolytalan a Titov-szerű teljesítmények mellett. Egyébként a Titov repülésnek a propaganda árnyékában így kb. Másnap a szovjetek felhúzták a berlini falat. Tehát amikor a világ még attól pislogott, hogy egy napos űrrepülés, tulajdonképpen az azt követő napokban létrehozták a szöges drótos határzárat Kelet és Nyugat Berlin között. Tehát az addigi ugye szovjet zóna, illetve a nyugati nagyhatalmak, a három nyugati hatalom által megszállt zónái között Berlinnek, amit persze aztán később, nem sokkal később követett a jól ismert vasbeton konstrukció is. Ugye eredetileg Berlin fal több ütemben épült, ugye ez egy óriási építkezés volt. De a lényeg, hogy a Titov repülés annyira elkápráztatta a világot, hogy még napokig uralta a világ sajtót, és úgymond suttyomban meg lehetett egy ilyen óriási horderejű eseményt csinálni. Persze nyilván így is figyelt rá a világ, de egészen szenzációs. Csak hogy érezzük, hogy mennyire lehetett szenzációs az, hogy valaki egy nap alatt 16-szor, és aztán még egyszer meg, tehát 25 órát volt önt az ember, de 17-szer megkerüli a Földet. Na jó, hát az amerikaiaknak vissza kellett vágni, át is álltak az orbitális programra, ez már egy nagyobb rakétát igényelt, a Redstone helyett az Atlas, az Mercury Atlas program indult, és a Mercury Atlas 6 nevű űrhajóval, félrevezető, mert hát kísérleti repülések miatt volt ez a száma, tehát az első olyan, amin ember utazott, az a John Glenn repülés volt 1961 már február 20-án. Sikerrel teljesítette az emberünk a repülést, három kört tett a Föld körül, ez valahova ugye a Titov és a Gagarin féle teljesítmény közé helyezi a Glenn útját, de összességében minden rendben volt, és akkor itt vesszük fel a fonalat, mert hát akkor 1962 februárja van, és hát akkor még egyébként föl sem ment a John Glenn, amikor már kész voltak a tervek arra, hogy a következő amerikai űrrepülésnek ki lesz a pilotája, ez pedig nem lett volna más, mint Donald Kay
vagyis Deke, ahogy becézték, Deke Slayton. Deke Slayton az egyike volt a hét Mercury űrhajósnak, természetesen, tehát ugye az amerikaiak még 59-ben nagyon szigorú orvosi vizsgálatok során berepülő pilótákból kiválasztottak egy 7 tagból álló űrhajós csapatot. Ugye, és ennek volt az egyik, hát pilóta szempontból ásznak tekinthető egyik tagja, Deke Slayton, akit a társai úgy emlékeztek, mint a legkompetensebb és leghiggadtabb mérnök emberek egyike a csapatból, és persze emellett kitűnő pilóta, aki egyébként éles bevetésen is volt már a második világháborúban is, aztán Koreában is. A második világháborúban az európai harc szintérrel repkedett Olaszország fölött, ugye még nagyon fiatal volt akkor még. Ugye ezek a srácok ugye a 20-as években születtek, de hát 1940-ben már ott találjuk őket Európa egén, a nácik és a Mussolini féle fasiszták ellen a levegőben. Na most ugye érdekes egyébként a Slayton, hogy például neki például az egyik bal kezén az egyik új perce hiányzott. Ez érdekes, hogy ez például nem okozott problémát sem a pilóta karrierjében, sem pedig abban, hát jó, hát a második világháborúban nyilván kellett a pilóta, de utána se, amikor aztán profi berepülő pilóta lett az Edwardson, az Edwards régi támaszponton, a berepülő pilóta világ tetején, a kaliforniai Mojave-s sivatagban. Na, és akkor hát ugye abban sem akadályozta meg, hogy ezen a rendkívül rigorózus űrorvosi rostán keresztül menjen még 1959-ben, amikor a nemzet első űrhajósait Amerikában kiválasztották a Mercury programba ezt a 7 férfit. 7 fehér angol száz protestáns férfit tennénk hozzá manapság. Na de egyébként ehhez hozzáteendő a felség kedvéért, hogy ugye kritériumok között szerepelt, hogy kizárólag a berepülőpilóta iskolát elvégzettek közül válogathattak, és hát akkor belőlük dolgozhattak, tehát ez esetben ugye a NASA nem közvetlenül tehető felelőssé a torzításokért. Na de viszont az érdekes, hogy nem ez volt az ő egyetlen orvosi problémája, amiről a NASA mindvégig tudott, tehát már 1959. októberében megállapítást nyert, hogy ennek a Slaytonnak szívfibrillációja van, ami azt jelenti, hogy néha egy-két ütést kihagy a szíve, néha hogy furcsán dobog, ilyen aritmia van benne, nem teljesen szabályosan lüktet, aztán utána rövid úton helyreállt, és ez semmilyen módon nem befolyásolta a teljesítményét, és még egyszer, ezt már 1959-ben lehetett tudni, hogy neki ez van. Ugyanakkor, ahogy ez lenni szokott, ahogy közeledett a repülés, és még a Glenn repülés előtt járunk, de már kijelölték a Slaytont, hogy majd ő lesz a második amerikai földkörüli pályán, hogyha a Glenn sikerrel visszaér. Szóval február 13-án, egy héttel a Jongler repülése előtt, Bill Douglas, az űrhajós csoport orvosának az asztalán megcsörrent a telefon, és egy bizonyos George Knopf százados a légierőből telefonált be, aki egy doktor volt, tehát a légierő űrorvosa, akit viszont arról tájékoztatott a védelmi miniszteren, Robert McNamara-n keresztül, hogy egy nagyon magas forrásból jövő aggály, tehát ez esetben valószínűleg ez általában azt jelentett, hogy az Egyesült Államok elnöke, aki akkoriban Kennedy volt, vagy az alelnök, LBJ, vagy Lyndon Johnson, szóval, hogy ezek valamelyike aggályát fejezte ki, mert olyan pletyik terjednek, hogy a Glennek van valami szívproblémája. Erősítse meg, vagy cáfolja a Bill Douglas. Bill Douglas cáfolta a Glennnek semmiféle szívproblémája nincs. Két nappal később megcsinálja a telefon. Carpenternek, Glenn tartalékának van-e szívproblémája? Nem, neki sincsen szívproblémája. Tehát akkor hozzátette a Douglas, hogy akinek viszont van szívproblémája, egy minimális, de tudunk róla, és semmi veszélyt nem jelent, ez a Deke Slayton, akit a következő repülésre kijelöltünk. Oké, letette a telefon. Na most kiderült, hogy aki itt a felbújtó volt ebben a történetben, az egy Dr. Larry Lamb nevű orvos, aki részt vett az űrhősök kiválasztásában az Air Force-ban, és már a légierőben, és már annak idején észrevette ezt az aritmiát, és aggodalmát fejezte ki, hogy hát a Slayton az lehet, hogy nem szíve, az furcsán működhet az űrben, ugye semmit nem lehetett akkor még a világűr egészségügyi hatásairól tudni értelemszerűen. Tehát mondom, ez a Titov betegség is csak útközben derült ki az űrben, hogy az űrhősök hánynak.
semmi nem lehetett tudni, hogy mondjuk a szívműködést az hogyan befolyásolja. Kizárólag csak annyit, amennyi az erőzetes állatkísérletekből esetleg kiderült. Amiből szinte nem volt olyan rengeteg. Tehát 4-5 élőlény járt föld körüli pályán. Tehát, hogy nem, tehát, hogy tényleg itt kb. Ma már nehéz elképzelni a sötétben tapogatózásnak ezt a szintjét, ami akkoriban volt. Egy biztos, hogy akiről kiderült, hogy itt a felbújtó volt, aki az egyik ilyen légierős, hogy hívják, repülőorvos, flight surgeon, ez a Dr. Larry Lamb, aki az egyike volt azoknak, akik már 59-ben aggodalmaskodtak a Slayton miatt, csak akkor elsöpörte őket a többi orvosnak a konszenzusa, hogy hát ez nem jelent veszélyt. Kiderült, hogy ez a Lamb, ez nem más, mint a Lyndon Johnsonnak, vagyis az alelnöknek a kardiológusa. A Johnson az egyébként nevezetes volt arról, hogy jó sok voltak neki komoly szív problémái, például 1955-ben, azt olvasom, hogy volt neki egy elég komoly szív infarktusa is, akkor már, tehát egy elég komoly kortörténettel rendelkezett, és ennek megfelelően közeli viszonyban volt ezzel a Lambbel. Hát valószínűleg a Lamb ültette el, Larry Lamb ültette el a Fehérház fülébe ezt a bogarat, hogy hát itt lehet, hogy van egy szívbajos űrhajós, és hogy akkor itt nem lesz jó. Persze az már pletyik formájában eltorzult, hogy ki ez az űrhajós. Egy biztos, a NASA kapta rendre a kelemetlenebbnél kelemetlenebb telefonokat, és akkor végül újra nyitották ezt az egész ügyet márciusban. Márciusban, tehát a Glenn repülés után és a májusra tervezett második repülés előtt 2 hónappal. És akkor végül ugye újra összeültek a dokik, és akkor igazából mindenki mosta kezeit, és végül kialakult ez a hát, pilóta szempontból szemétség, hogy bár senki nem tartotta úgy, hogy ez egy nagyon fontos probléma, na de minek kockáztassunk, amikor itt van 6 másik űrhajós ebben a 7 fős csapatban, ugye? Tehát akkor mi történjen? A szegény Dick Slayton az ilyen módon nagyon csúnyán pórul járt, ugyanis eltiltották a repüléstől. És rövidesen nem csak az űrrepülésről vették le, hanem a vizsgálatok eredményeképpen végül a gépe, hogy hívják, a vadászgépes repülésről is eltiltották, mert hát ugye az űrhajósoknak az volt a státusza, például a Slayton konkrétan a légierőpilótája volt, ami azt jelenti, hogy ő úgymond kölcsön volt a NASA-nál, tehát ő ugye nem adta fel a rendfokozatát, nem ment, hanem ő konkrétan egy pilótája volt a légierőnek, aki a NASA programban dolgozik. Ugye kb. Ez volt az ő jogi státusza. Na most a légierő viszont úgy volt vele, hogy hát hogyha a NASA kiszuperálja ezt a fickót, úgymond, akkor mi sem engedjük repülni. Tehát a szegény Slayton ott találta magát, hogy egyszerűen nem is ülhetett repülőbe. Tehát egyáltalán. Aztán majd évekkel később megengedik neki, hogy majd más emberekkel együtt, másodpilótaként repüljön. Aztán sok évvel később hozzátartozik a történethez, hogy aztán végül engedik repülni, mert egyrészt többet tanulnak meg a szívről, másrészt tulajdonképpen az aritmiája elmúlik, és 1975-ben a szovjet-amerikai közös űrrepülésen ott találjuk végre a fedélzeten. A kettő között azonban végül is a NASA ezzel mégiscsak nyert amúgy, mert a Slayton lett az űrhajósoknak a főnöke, úgymond a fő űrhajós, tehát ilyen módon, hogy nem repülhetett, lényegében csináltak neki, vagy csinált magának nagyon ügyesen egy pozíciót. Lényegében a Flight Crew Operations, tehát a repülő legénységekkel kapcsolatos műveletek igazgatója lett, ami lényegében azt jelentette, hogy kb. Ő döntötte el, hogy ki mikor repül, és meg sok mást is. Csak hát éppen saját magát nem jelölhette ki. Amit persze a legjobban szeretett volna, és amiért kb. Fél karját odaadta volna. De mondom, végül ez megtörtént 75-ben, de most térjünk vissza 1962-be, amikor mindenki meglepetésére a NASA úgy határoz, hogy nem a hogy nem azt fogják csinálni, hogy a repülésre, amire Dick Slayton korábban kijelölték, Dick Slayton tartalékját jelölik. Dick Slayton tartaléka Wally Schirra űrhajós volt, a légierő kitűnő pilótája, tehát nem őt jelölik, hanem az előző repülés tartalékát, vagyis Scott Carpentert, aki tehát John Glennnek a barátja, a nagyon közeli barátja is tartaléka volt a februári repülésen. Ugye erre azért volt, erre az volt a racionálé, az volt a magyarázat, hogy a Carpenter annyira benne volt ebben a felkészülésben, olyan behatóan és közelről figyelte a Glenn repülésnek az összes előkészületét, hogy ideálisabb jelölt erre a repülésre, mint a Slayton tartalékaként kinevezett Schirra. Na hát most, hogyha ez már akkor 2 morcogó űrhajóst találunk, egyrészt a teljesen összetört Dick Slaytont, másrészt pedig a Wally Schirrát, aki úgy gondolta, hogy na most akkor eljött az ő ideje, de nem.
hiszen a NASA úgy okoskodott, hogy ez a repülés ez tulajdonképpen nagyon hasonlít a februári Glenn repülésre, ugyanis ugyanaz volt a feladat első közelítésben, hogy három kört kell tenni föld körüli pályán, és hát túlélni ezzel az űrhajóval. Ez mondom, hogy első közelítésben, mert ha alaposabban megnézzük, akkor itt bizony aztán nagyon nem erről volt szó, mert a színig az, hogy három kört kellett tenni föld körüli pályán, viszont a Glenn az valódi berepülést végezte ennek az űreszköznek, ami azt jelenti, hogy lényegében az semmi más dolga nem volt, kis túlzással, ami egyébként teljesen zárójel kitöltötte a három órás repülést, ugye egy kör a föld körül az másfél óra, ugye? Tehát egy három órás űrrepülés, vagy három körös űrrepülés az 4,5 óra. Tehát itt nem, azt kell megérteni, hogy ezek nagyon rövid űrrepülések voltak egyébként. De a Glenn repülését annak idején teljesen kitöltötte az, hogy hát ez az első repülés. Ugye ki kell próbálni az űrhajó alaprendszereit. A Glenn csak azért csinált például fényképeket a Földről, mert a repülés előtt állítólag a szupermarketbe vett valami egyszer használatos fényképezőgépet, és azt kattintgatta, és tök jó képeket csináltam úgy. De például az eredeti programban nem szerepeltek ilyen tudományos jellegű tevékenységek, kizárólag technikai berepülő jellegű dolgok, amiket a Glenn sikerrel teljesített, de akkor ezen felbuzdulva a NASA úgy döntött, hogy majd a Carpenter repülést azt telepakolja mindenféle kísérlettel. Na most az űrhajósnak, aki repül a repülésen, azért annak van beleszólása abba, hogy mi történjen. Tehát például Dick Slayton, aki repült volna eredetileg, ő igyekezett volna mérsékelni ezeket a törekvéseket, mert ő jól látta, hogy itt a tudományos elmék így nagyon megörül, hogy micsoda lehetőséget kapnak, hogy végre kísérletezni lehet az űrbe, ha hajlamosak megszaladni és teletömni a repülési tervet mindenféle kísérlettel. Természetesen, vagy hát fene se tudja, hogy mi a természetes, akkor még, ugye most akkoriban alakult ki, de úgy tűnt, hogy azért a pilótának ebbe van beleszólása. Tehát az űrhajós mondhatta azt, hogy ne haragudjatok, srácok, ez nekem sok, ezt a tételt húzzuk ki a repülési tervből. Tehát nem kellett az űrhajósnak szolgai módon teljesíteni mindent, amivel a tudósok előjöttek, sőt. De az biztos, hogy a repülési terv összeállításától kezdve a repülési terv a szent. Tehát amikor már összeállt, éppen az űrhajóssal, meg a tudósokkal, meg a repülési irányítókkal, stb. Folytatott hosszú meetingek eredményeként összeáll egy repülési terv, akkor onnantól kezdve az egy nagyon fontos támpont. Onnantól már be kell tartani, ami bele van írva, kivéve, hogyha ugye baj van. Na most a Carpenter az nagy barátja volt a tudósoknak, ilyen szempontból mindig is jól érezte magát a környezetükben, nagyon érdekelte őt a tudomány, talán a hét űrhajós közül őt érdekelte a legjobban. Tehát ő volt az egyetlen, aki például amatőr csillagászkodott. Meg amúgy is kilógott a csapatból. Tehát ő egy ilyen szabad szellem volt a kemény kötésű pilóták között, ő inkább egy ilyen, hát szinte már hippibe hajló, de hát még a 60-as évek elején vagyunk, tehát mondjuk inkább azt, hogy nem tudom, de mindenképp hát egy olyan srácot kell elképzelni, aki folyamatosan gitározik a tábortűznél, meg énekelget, meg verseket ír, meg ilyesmi. Tehát ilyen volt a Carpenter. A másik hatról ilyesmi nem lehet elmondani. És mint ilyen, ő egyébként a tudósokkal nagyon jól megtalálta a hangot, úgyhogy azt mondta, hogy persze, hát őt is azt mondta egy interjúban, hogy ő is úgy volt vele, hogy őt nem az érdekli, hogy mi visz engem oda, hanem hogy mi van ott, tehát az űr, mint környezet, és hogy ez milyen fantasztikus lehetőség, hogy ezt tanulmányozzuk. Hát amúgy a szívemből beszél, persze, mondom ezt fizikusként, tehát ez abszolút érthető. Másfelől azonban világos, hogy egy 4 órás repülésbe azért, ami még azért ennyi zolva sem tekinthető rutinnak, nem volt annyira bölcsötlet annyi kísérletet bele szuszakolni, mint amennyi itt történt. Márpedig ez történt, és a Carpenter ebben nagy partner volt. Volt itt például olyan kísérlet, ami például azzal foglalkozott volna, hogy több is, hogy hogy megfigyelje a horizontot. Na most a horizont megfigyelése több szempontból érdekes. Egyrészt az, hogy a csillagok fénye az hogyan halványodik, miközben ugye az űrhajó kering a földkörüli pályán, és akkor a légkörnek a ritkább rétegei
vagy az egyre sűrűbb rétegei mögé, majd a Föld mögé ugye lemegy a csillag lényegében az űrhajóból nézve. Aztán ugyanez a nappal. Hogyan torzul el a képe, hogyan változik a fényessége, amikor a nap lemegy, akkor hogyan néznek ki a színsávok, hogyan szóródik a fény. Tehát nagyon sok ilyen a horizonttal kapcsolatos megfigyelésről volt szó. Most ez konkrétan azt jelentette, hogy az űrhajónak a helyzete ez nagyon kritikus ebből a szempontból, mert az űrhajót úgy kell befordítani, hogy az ablakból lehessen fényképezni a horizontot. Ez persze azt jelentette, hogy nagyon masszívan kellett kontrollálni azt, hogy az űrhajó hogy áll. Aztán ennek lesznek érdekes következményei. Aztán volt itt még minden folyadékok áramlásával kapcsolatos kísérletek, meteorológiai fényképezés az amerikai meteorológiai szolgálat számára, aztán volt ilyen földi villanások megfigyelése, érdekes. Aztán még egy, ami hát külön érdekes, az a színérzékelés, meg a színelnyelés távolsággal való megváltozására folytatott kísérlet, amelynek keretében különböző színű ballonokat fújtak föl az űrhajó külsején, amiket elengedtek, vagyis el kellett volna engedni egy automatikus rendszerrel, ami nem is, tehát szerintem az űrhajós által irányított rendszerrel nyomógomb nyomására kioldottak ballonok, amik leváltak a kabinról, és azoknak az elsodródását kellett megfigyelni, meg fényképezni. És különböző színű ballonok voltak, és az volt a kérdés, hogy milyen távolságig lehet beazonosítani a színüket. Ugye mindez azért, hogy a felső légkörben, ahol az űrhajó repül, ahol ugye nagyon ritka a légkör, tehát kb. Kimutathatatlan, de azért mégis ott van, milyen módon történik a színelnyelés, meg ilyesmi. Meg eleve hogyan sodródnak azok a ballonok. Tehát, hogy ilyen kísérletek, mindez egyébként érezhetjük, hogy ez komoly, ez meg elmondva is komoly, ráadásul eléggé hajtóanyag igényes, mert hogy ugye az űrhajó helyzetét tartani kell. Na most nézzük, hogyan történik ez. A Mercury űrhajóban van kettő darab vezérlőrendszer, ami alatt azt kell érteni, hogy pici rakétahajtóművekkel, amik hidrogénperoxiddal működnek. Hidrogénperoxid az ugye H2O2, tehát ez olyasmi, ami lényegében kis nagynyomású tartályból lehet ilyen kis kilövelléseket kiengedni, körülbelül úgy, mint egy spré. Tehát, hogy itt nem a itt ezek ilyen hidegfúvókás rakétahajtóművek ezek, tehát lényegében hatás ellenhatás, de nem történik benne rendes ilyen robbanó reakció, vagy valami ilyesmi, milyen tüzelőanyag reakciói, mint a, hogy hívják benne, a rendes, tisztességes rakétahajtóműben, hanem csak ilyen kis kilövellések történnek. Na most igazából volt neki ez a fő, na most a Mercury űrhajóban tehát voltak ezek a fúvókák, amelyekből volt jó sok, most azt próbálom kikeresni, hogy mennyi. Igen, 12 plusz 6 fúvóka volt, tehát ami azt jelenti, hogy 12 fúvóka volt, ami 32 fontnyi, vagyis hát nagyjából olyan 16 kilónyi hidrogénperoxidot tudott elhasználni. Ez volt az, amit az automata helyzet stabilizáló és irányító rendszer, ASCS, Automatic Stability and Control System használt. Ez tehát, még egyszer, ez az attitude control, tehát a helyzetét az űrhajónak irányította, tehát a Mercury űrhajó nem volt alkalmas például pályamódosításra, kivéve egyetlen egyet, hogy a visszatéréskor a fékező rakétát, ami egy külön szilárd hajtóanyagú rakétacsomag volt az űrhajó fenekére erősítve, azt egyetlen egyszer, csak egyszer a végén be kellett kapcsolni, hogy az űrhajó letérjen a Föld körüli pályára és visszajön a Földre, ami itt szintén kalandos lesz. De ezt leszámítva, a Mercury űrhajó nem volt alkalmas pályamódosításra, tehát ezek a pici hajtóművek, ezek kizárólag arra valók voltak, hogy az űrhajó helyzetét állítgassák be. Viszont az űrhajó helyzete az nagyon fontos, elsősorban azért, mert amikor az űrrepülés vége elkövetkezik, akkor éppen azért, mert ezt a visszatérő gyújtást, amit mondtam, hogy ezzel a retro csomaggal, vagyis a visszatérő hajtóművel végrehajtsák azt, hogy letérnek a Föld körüli pályáról. Na ahhoz a kabinnak nagyon nem mindegy egyáltalán, hogy milyen szögben áll.
Tehát ugye nyilván az űrkabin helyzete szabja meg azt, hogy a begyújtott fékező rakéta milyen irányban fékez. Vagy az űrhajó fordítva áll, akkor előfordulhat, hogy a fékező rakéta nem fékez, hanem például gyorsít. Ugye, és akkor magasabb pályára áll az űrhajó. Tehát, hogy ez egyébként meg is történt az egyik ember nélküli szovjet kísérleti űrhajóban, ami ennek megfelelő, hogy fékezés helyett gyorsított, mert fordítva állt az űrhajó, ugye, elromlott a helyzetstabilizáló rendszer. Rosszul érzékelt az űrhajó, hogy merre áll, és ennek megfelelően csak 2 évvel később pottyant le. Szóval ilyesmik benne vannak a pakliban, most ez egy extrém példa, nyilván, hogy fordítva állt az űrhajó, de azért nagyon nem mindegy, hogy merre áll, már csak a hőpajzs szempontjából sem, tehát a hőpajzs az a része a kabinnak, hogy egy ilyen nagyjából csonkakúp alakú Mercury kabint kell elképzelni, aminek van egy nagy alja, és egy nagy lapos, de igazából nem lapos, hanem az is egy gömbsüveg alakúra van kiképezve, és az van bevonva azzal a hőálló anyaggal, amivel előre fele haladva át lehet túl lehet élni ugye azt a több ezer fokos felizzást, ami történik akkor, amikor lényegében hulló csillagként belép ez az űrhajó a visszatéréskor. Szóval egy szó mint száz, nagyon fontos a helyzetszabályzó rendszer, emiatt aztán volt is belőle 2, tehát egyrészt ez az automata rendszer, ami 12 darab hidrogénperoxidos fúvókából állt, és másrészt meg egy további 6 fúvókából álló kézi irányítású alrendszer is volt, amihez további 23 fontnyi, tehát nagyjából 12 kilónyi hidrogénperoxid állt rendelkezésre. De most az már rögtön egy tervezési hiba, hogy bár itt a két rendszer között át lehetett váltani, tehát az űrhajós dönthetett úgy, hogy felülbírálja az automatikus irányítórendszert, és kézirányításra áll át, de nem volt teljesen idióta biztos ez az átkapcsoló, enyhén szólva sem, tehát konkrétan, hogyha nem figyel oda az ember, például mondjuk elront valamit, például akkor előfordul, hogy mind a két rendszer megy, tehát ő egyrészt kézzel vezérli a helyzetet, másrészt közben az automatika is igyekszik tartani a kabin helyzetét. Most ez egyrészt persze ellentmondó helyzetbeállításokhoz vezet, másrészt pedig irdatlan módon falja az üzemanyagot, annak ellenére, hogy mint láthatjuk, a két alrendszernek 2 elkülönített hajtóanyag mennyisége volt. De ugye ez esetben a 2 egymás ellen dolgozhat, tehát úgy fogyhat rengeteg hajtóanyag, hogy még el sem éri az ember a kívánt célt, ha nem figyel, és nem kapcsolja ki az automatikát, amikor elkezd kézzel manőverezni. Hát sajnos kiderült utólagos elemzés során, hogy ezt a Carpenter, ezt a problémát a repülés során 6-szor is elkövette. Tehát nagyon sok üzemanyag fogyott emiatt. Na most ugye nyilván a horizont megfigyeléséhez, meg az egyéb ilyen kísérletekhez, meg a meteorológiai fényképezéshez, amikor fölülről kell ránézni a Földre, horizont megfigyeléshez, amikor így oldalról, stb. Ahhoz ugye nagyon-nagyon forgatni kellett az űrkabint. Egyébként van egy automatikus horizontérzékelő a rendszerben, tehát ugye pont a visszatéréshez az kell, hogy úgy álljon a kabin, amikor bekapcsolódik a fékező rakéta, hogy a hát a helyi vízszinteshez, vagyis a horizont irányához képest fölfelé 32 fokban áll az űrhajó popsia előre. Tehát fenékkel előre repül az űrhajó, de a vízszinteshez képest, hát idézőjelben a vízszint, mert súlytalanság van, tehát a horizontálishoz képest 32 fokban fölfelé áll az űrhajó hoztengelye, miközben fenékkel előre repül. Na ez a helyes repülési helyzet a visszatéréshez. Mármint ahhoz a pillanathoz, amikor be kell gyújtani a fékező rakétát. Na most ezt automatikusan is be tudta az űrhajó állítani elméletileg, mert volt rajta egy horizontérzékelő, tehát ez konkrétan egy olyan szenzor, ami alkalmas arra, talán valamiféle infravörös érzékelő, hasonló, mint amikről Pál Andrissal szoktunk néha beszélgetni, hogy hát érzékeli azt, hogy hol van a fényes földnek és a sötét űrnek a határa. És akkor ezzel nyilván az föld éjszakai oldala fölött nem működne látható tartományban, azért mondom, hogy valószínűleg infravörös érzékelő volt, hogy akkor is működjön. Tehát lényegében megkeresi azt a vonalat, és akkor azt beállítja horizontnak, tehát ez egy egyszerű automatika, hát ez egyszerű persze idézőjelek között értendő, de ez tudja, hogy megkeresi a horizont irányát, és akkor ehhez képest tájolja magától az űrhajót. Na jó, szóval ilyen rendszerekkel kelt útra Scott Carpenter, földkörüli pályára is állt, az Atlas rakéta tökéletesen elvégezte a munkáját május 24-én. Egyébként Aurora 7 névre keresztelte az űrhajóját.
ami jó pofa, mert egyébként a Slayton, akit ugye ki szuperáltak, Delta 7 névvel illette volna ezt a kabint, ahol a Delta változásra utal, meg szép görög betű, mérnökös, tök jó, illik Slaytonhoz. A 7 elnevezést meg nem a kabin sorszáma diktálta, hanem az, hogy tiszteletből az űrhajósok a Mercury programban elkezdték ezt a 7-es számot alkalmazni, utalva a 7 tagú űrhajós csoportra. Tehát a Shepard űrkabinja volt a Freedom 7, de mondjuk ő egyébként nem tudatosan választotta a 7-est, hanem egyszerűen az volt a 7-es számú Mercury űrkabin. De a sajtó rögtön mondta, hogy milyen jó fej az a Shepard, hogy ezt a 7-est választja, utalva a 7 űrhajósra. És akkor ez így meg is tetszett. Tehát ez kb. Így az űrhajósok és a sajtó így közösen kihozta, és akkor onnantól már tényleg ez volt, tehát önbeteljesítő sajtóokoskodás, mert a Grissom aztán már tudatosan adta a Liberty Bell 7 nevet a kabinnak, aztán jött Glenn a Friendship 7-tel, és akkor jött volna a Slayton a Delta 7-tel, de ugye nem Slayton repült, Carpenternek joga volt új nevet adni az űrhajónak, ő azt a nevet adta, hogy Aurora 7. Aurora, rózsás hajnal, egy égi jelenség, ugye az Aurora Borealis, ahogy hívják, a sarki fény. Tehát meg úgy stimmelt is a Carpenternek a kozmikus tudományos attitűdjéhez, ez az egész elnevezés. Egyébként a kolorádói Boulderben született a Seventh Avenue és az Aurora Street sarkán. Tehát az, úgyhogy a kolorádói Boulderben egyébként máig makacsul mondják, hogy igazából ő a szülőhelyéről nevezte el Aurora 7-nek a kabint, ugye 7. Sugár út és Aurora utca sarkán élt a Carpenter család. Hát, sose tudjuk meg, bár a Carpenter azt mondta, hogy nem ezért választotta. De aztán közben meg kacsintott egyet, szóval a jó ég tudja. Az biztos, hogy a 7, mint elnevezés, ez nem a Seventh Avenue miatt jött, hanem hogy az addigra már tényleg kialakult. Minden esetre jó kapóra jött, tehát ez biztos. Karma, vagy mit tudom én. Na, szóval ez történik, hogy ez az Aurora 7, ez csodálatosan pályára állt, és elkezdte a munkát. Ugye a munka az abból állt, hogy keringenek földkörüli pályán. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a 60-as évek eleje, ilyenkor még úgy történik a kommunikáció az űrhajóval, hogy nincsen folyamatos kapcsolat, hiszen nincsenek azok a műhold rendszerek még fönt, amik most lehetővé teszik, hogy az ISS-szel, a nemzetközi űrállomással lényegében folyamatos kapcsolat legyen, ezért kihelyezett rádióállomások vannak szétszorva a Föld minden pontján, beleértve hajókat is, hogy tartsák a kapcsolatot, de hát így is simán vannak olyan negyedórás, 20 perces szakaszok, hogy nincs az űrkabinnal rádió összeköttetés, és egyébként így volt akkoriban megoldva a dolog, hogy a 7 hogy ilyen alirányító központokat hoztak létre ezeken a helyeken, oda küldött emberekkel és űrhajósokkal. Tehát nem csak azért mondom, hogy űrhajósokkal, mert az addigra kialakult, hogy aki az űrhajóssal a rádión beszél, az maga is egy másik űrhajós. Ez a CAPCOM, Capsule Communicator, kabin kommunikátor. Ugye ez azt jelentette, hogy az űrben repülő űrhajós az egy, és akkor a másik 6 űrhajóst azt szétszórták a Föld minden táján. Például maga Dick Slayton az egyik ausztráliai követőállomáson volt, Ellen Shepard az Kaliforniában, ugye Hawaii-n is van egy követőállomás, az Afrikában is van több is, és itt is volt a Madagaszkár Ritengeren egy hajó állomásozott. Tehát ezeken mindegyiken volt egy-egy űrhajós, egy-egy CAPCOM, és igyekeztek ilyen módon kapcsolatot tartani, és az állomások egymással meg távíró útján kommunikáltak, és a fő repülés irányítás akkor még nem Houstonban volt, mert Houstonban akkor még csak építették az űrközpontot, hanem ott Cape Canaveralon, tehát a starthely közelében volt a Mercury irányító központ, ott találjuk Chris Craftet, aki a fő repülés irányító volt akkoriban. Tehát ő volt az, aki felelős volt a repülés igazgatónak is mondjuk, ugye, hogy fly director, igazából ez az angol terminus technicus. No jó, szóval így kell elképzelni, hogy pályára állt, és aztán ugye voltak nagy csöndek, amíg ugye nem lehetett rádió kommunikálni a Carpenterrel, közben csináltam mindenféle tudományos kísérleteit. Aztán persze, amikor beért egy rádióadó zónába, vagy rádióvevő körzetbe, akkor ugye nem csak a rádió jött le, akkor, hanem a telemetria is, tehát az érzékelők adataiát, akkor a Föld az megrökönyödve látta, hogy a Carpenter lényegében már
az első földkörüli fordulata alatt annyi üzemanyagot elhasznált a különböző tudományos kísérletekhez, hogy bizony már égett neki az alacsony üzemanyag lámpa, amit ő persze nagyon zavarta őt a fénye, úgyhogy leragasztotta egy szikszalaggal, de tovább dolgozott, persze igyekezett spórolni az üzemanyagon. Na most utóbb kiderült, hogy ez nem kis részben amiatt volt, mert egyszerre működött az automatikus rendszer, meg a kézi forgatgató-pörgetgető rendszer. Ugye közben ilyenek is voltak, hogy azok a színes ballonok felcsavarodtak a kabinra, akkor azokat le kellett rázni, akkor ahhoz mozgatni kellett a kabint, az és elhasznált egy csomó-csomó üzemanyagot. Azt mondta a Kraft, hogy onnantól életveszélyessé válik a helyzet, hogyha bármelyik rendszernek a tartálya, ugye mondom, két külön független a rendszer volt, a kézi, meg az automatikus, mind a kettő külön üzemanyag mennyiséggel és külön üzemanyag tartályokkal. Azt mondja, hogyha bármelyik rendszerben 40% alá csökken az üzemanyag szint, akkor már kérdésessé válik a visszatérés, vagyis az, hogy amikor a fékező rakéták bekapcsolnak, meg utána a visszatérés folyamatában, akkor marad elég üzemanyag, hogy az űrhajó tudja tartani a helyzetét. Ugye, ha nem tartja a helyzetét, akkor szétég a légkörben. Tehát ugye ezek nem tréfa dolgok. A lényeg az, hogy annyira fogyott az üzemanyagja, hogy a Carpenter a földi irányítással egyetértésben végül úgy döntött, hogy az utolsó kört a háromból azt már sodródva teszi meg. Ez azt jelenti, hogy hát nem, lényegében nem volt bekapcsolva semmilyen automatikus helyzettartás, hanem az űrhajó sodródott, tehát bugdácsolt, saját tömegközéppontja körül forgó mozgást végzett. Szépen lassan, ez a Carpentert egyáltalán nem zavarta, tehát mint egy véletlenül sikerült igazolni, hogy ez egy használható haladási mód az űrben, tehát nem kell az űrben mindig úgy repülni, hogy a kabin három tengelyre stabilizáltan áll, hanem szépen forgolódhat mind a három tengely körül, és ha ez a forgás nem túl gyors, akkor egyáltalán nem zavarja a munkát. Tehát ezt kb. Sikerült a Carpenternek a harmadik körön demonstrálni, hanem akkor már közeledett a harmadik körnek a vége, hát úgy, ahogy haladt a tudományos kísérletekkel, hősiesen küzdött az elvállalt feladatok sokaságával, amikor eljött volna már az ideje a fékező gyújtásnak. Na most a fékező gyújtásnak valahol a kaliforniai partok közelébe kellett megtörténnie, és akkor azt jelenti, hogy az űrkabin lényegében az Egyesült Államok fölött repül végig, amikor belép a légkörben, és majd az Atlanti-óceánban csobban le. Na most ehhez a begyújtás előkészületeit persze sokkal korábban meg kellett kezdeni, és például már az utolsó előtti ilyen rádiókapcsolati ablakban, amikor Hawaii közelében járt az űrhajó fönt, a Hawaii irányítás az már megrökönyödve tapasztalta, hogy nagyon el van maradva a Carpenter a repülési tervnek azzal a részével, ami a legfontosabb része, ami pedig nem más, mint az előkészületek a gyújtásra. Tehát arra, hogy a kabint visszatérési helyzetbe tegye. Persze az egy hosszú checklist volt, de akkor ő élete nagy felfedezését megtette, ez pedig a Fireflies, vagy hát magyarul talán úgy mondanám, hogy tűzlegyek, vagy Szent János bogarakkal kapcsolatos felfedezés, ami ugye nem más, mint az, hogy a Glenn repülésé a során februárban azt vette észre a Glenn, amikor kinézett az ablakon, hogy minthogyha világító kis pöttyök repkednének az űrhajó körül, amiket ő le is fényképezett, és Fireflies-nak, tűzlegyeknek, magyarul talán tényleg úgy mondanám, hogy Szent János bogarak, mert mi ezt jobban értjük, tehát ilyen világító rovarokhoz hasonló pöttyöknek látta. És akkoriban persze annyira nem tudtak semmit még az emberek erről a vidékéről, erről a felső légkörről tulajdonképpen, annyira nem tudtak semmit, hogy hát végül is azt mondták, hogy mi van, hogyha itt lakik valami életforma. Tehát ez tulajdonképpen még ez sem volt kizárható. Glenn nem tudta megerősíteni, hogy ezek mik, csak megtette ezt a megállapítást. A Carpenter viszont ugyanúgy meglátta ezeket, pont az utolsó körében, amikor azzal kellett volna már foglalkoznia, hogy előkészüljön a visszatérésre, és ez annyira lázba hozta, hogy egyrészt elkezdte újra herdálni az üzemanyagot, hogy jobban lássa a pöttyöket, mert ezt élete nagy felfedezésének tartotta, másrészt pedig, hogy nyomára jusson, hogy ezek micsodák. Aztán végül megfejtette egyébként, becsületére legyen mondva, sajnos a magyarázat elég költői,
Úgy fejtette meg egyébként, hogy, megdöngette az űrhajó oldalát belülről az ablak közelében, és akkor látta, hogy kiszakad egy csomó ilyen világító valami, és akkor ott megjelennek az ablak előtt. Tehát helyesen arra következtetett, hogy ezek tulajdonképpen a hajtómű rendszerből, a hidrogén peroxid rendszerből jövő kicsapódott folyadékrészecskék, amik ugye ráfagynak a kabinra az űrhidegében az éjszakai oldal fölött, aztán utána meg így leszakadnak, tehát ezek igazából fagyott folyadékdarabok, amik itt ebből a helyzet stabilizáló rendszerből, illetve hát az élet fenntartó rendszerből jönnek ki, és űrbe kibocsájtott vizelet. Na, szóval tehát ilyen ráfagyott kis pici jégkristály darabokról volt szó, hát nagy megfejtés, csak az a baj, hogy mindeközben a Carpenter értékes perceket veszített, és csak akkor vette észre, hogy uramisten, a horizont, az automatikus horizont érzékelő, amiről beszéltem az előbb, az csütörtököt mondott. Tehát már éppen 20 perce volt arra, hogy így előkészüljön a gyújtáshoz, és bekapcsolja a fékező rakétákat, amikor konstatálta, hogy nem működik az automatikus horizont érzékelő, kézzel kell betájolnia az űrhajót, de aztán az egész automatikus betájoló rendszer úgy unblock felmondta a szolgálatot. A horizont beállítása az relatíve egyszerű, tehát az, hogy ezt a 32 fokos szöget, amiről beszéltem, ezt beállítsa a horizonthoz képest, ezt elég egyszerűen meg tudta oldani a Carpenter. Koránt sem volt ilyen egyszerű viszont a legyező mozgás beállítása, vagyis az azt jelenti, hogy a haladási irányhoz képest úgymond jobbra meg balra milyen szögben áll a kabinnak a feneke. Tehát nyilván a nulla fokos szögben kell állnia, mert hogyha oldalvást áll a kabin, amikor belép a légkörbe, az nagyon rossz a hőpajzs miatt, és ráadásul akkor nagyon félre is hord, és pici a tolerancia. Na, ennek a beállítása viszont nagyon nehéz feladat volt, és nem is sikerült jól, tehát kb. 20 fokkal állt a menetirányhoz képest jobbra vagy balra, nem tudom, tehát ilyen jó irányba, legyező mozgás irányba elcsúsztatva a kabinnak a feneke. És egyébként a sok bénázás miatt, idézőjelbe a bénázást, persze, hogy egy elcsúszott ezekkel a Firefly-okkal és hasonlókkal, eleve 3 másodperccel később indította be a fékező rakétát. Most ugye ez a cucc, ez 8 km per másodperccel repül földkörüli pályán, tehát aki 3 másodperccel később indítja be, az ugye már kapásból 24 km-rel odébb van, de ez volt a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy mondom, oldalirányba el volt csúsztatva, nem volt elég ideje a rendes kézi beállításra, és mondom, ezt a legyező irányba beállítás, ez egy nagyon körülményes és nehéz feladat, ezért aztán bekapcsolta a fékező rakétát, de úgy, hogy közben ilyen hát félre húzott az űrhajó, amelynek az lett az eredménye, hogy 400 kilométerrel odébb ért le a Carpenter, és órákon keresztül nem tudták a keresőosztagok, hogy hol van, és hát a tévében már ilyeneket mondott a Walter Cronkite könnyek között, hogy attól tartok, elvesztettünk egy űrhajóst, és hát nagyon úgy is nézett ki, de aztán megtalálták a 400 kilométerrel 250 mérfölddel az eredeti helyhez képest odébb leszállt Carpentert, aki egyáltalán nem érezte, hogy akkora a baj, mert amikor rátalált a mentő helikopter, akkor szemlátomást jól érezte magát, ott már ott kikászálódott a kabinból, és a felfújható mentőcsónakon ott feküdt, és éppen rákcsálta a ropiát, és mosolygott és integetett, annak a teljes tudatában, hogy végrehajtotta a második sikeres amerikai földkörüli repülést, de ami tulajdonképpen igaz is, hiszen nem halt meg, de ott és akkor a Chris Kraft, a repülés irányító megfogadta az irányító központban, hogy amíg én élek, vagy amíg én itt vagyok, addig ez a fickó nem repül soha többé. És hát így is lett. Aztán Carpenter végül 64-ben végleg le is szerelt a NASA-tól, amit viszont elfelejtettem, hogy 5 perccel ezelőtt be akartam kapcsolni a telefonvonalakat, ezt most pótoltam, az adás telefonszám 215-37-73, még mindig van 10 perc az adásból, de lényegében Scott Carpenter űrrel kapcsolatos története ezzel véget ért, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve azért ő még együttműködgetett a NASA-val, mert ő belefogott például a Navy, tehát a haditengerészettel közösen
és a NASA-val is szegről végről együttműködő a Sea Lab nevű projektre, ami, ahogy a neve is mutatja, egy tenger alatti kutatóbázis létesítése volt. Egyébként Jean-Jacques Cousteau, Gusto kapitánytól jött az ötlet, akinek nagy rajongója volt a Carpenter. Hopsz, és jön is egy telefon, amit föl is veszek. Halló, szokolébresztő! Szavasz, jó reggelt a buszos! Volna egy triviális kérdésem, meg nagyon ilyen amatőr. De én elternyőztem is bennünket, annól megtanítottak arra, hogy mi az a stabil fékező helyzet, amit fel lehet venni, ugye ez zónáskor. Igen. Kérdés csak az, hogy ez a 60-as években, vagy ilyenkor még a mérnökökben nem merült fel, vagy volt ennek valami technikai akadálya, miért nem lehetett ezt, amikor ugye az ereszkedés van, úgy beállítani, hogy ne kell így manőverezgetni jobbra-balra, hanem beérve a légkörbe, ugye befordul abba az irányba, és utána ott marad egy ilyen súlyponti helyzet, igen, nem tudtak kitalálni. Az egyik, igen, köszönöm. Oké, köszi, hello. Igen, nagyon jó kérdés. Az egyik igen is és nem is, tehát a lényeg az, hogy igen, azt csinálták, hogy az űrkabinoknak, Mercury-nál nem tudom, csinálták-e az Apollo-nál és a Soyuz-nál, mert biztos, hogy csinálták, hogy az űrkabinok súlypontját, azt a geometriai középponthoz képest tudatosan elmozdították egy kicsit éppen azért, hogy a pitch irányba, tehát a föl-le bólintó irányba való helyzetét a kabin be tudja ilyen módon állítani helyesen. Tehát tényleg egy ilyen, ahogy mondja is a buszos, hogy egy ilyen kejfejjancsiszerű módon igazából beálljon a megfelelő irányba. És ezzel ráadásul azért is, hogy ezzel némi felhajtó erőt nyer a kabin, mint a vízen kacsázó kavics, és emiatt ugye a jobban siklik, tehát ezzel növeli a sikló számát ugye az eszköznek. Tehát van ilyen, és ezt természetesen csinálták. De ugye ez nem alkalmas mindenre, tehát azért eleve szerintem, ha nem lett volna így, akkor a Carpenter féle beállítással a repülést azt lehet, hogy nem is lehetett volna túlélni. Tehát valami volt ebben, de ő magában szerintem ez nem elég. Nem volt elég. Tehát létezik, főleg a sűrűbb rétegekben ugye jól működik, de gondoljunk bele, hogy ott magasan, ahol igazából tulajdonképpen elenyészően ritka a légkör, pont akkor, amikor be kell gyújtani a fékező hajtóművet, akkor ez még annyira nem egy effektus. Aztán lejjebb a sűrűbb légkörbe, ott már igen, ott már van ilyen önkorrekciós hatás. Na de akkor már késő volt, tehát a Carpenternél ugye az volt a fő probléma, hogy a hajtó, hogy a lényegében vákumban rossz irányba nézett a popsia akkor, amikor a kabinnak, amikor be kellett gyűjteni a fékező rakétát. Ez azt jelenti, ugye, hogy kicsit oldalra nézett, tehát a haladási irányba vett vetülete a fékező gyújtásnak, tehát a konkrét fékező hatás, ugye nyilván az a komponense, ami a menet irányba esik, tehát az a komponense kicsi volt. Tehát igazából éppen amiatt már rossz irányba állt, és ez még ott a ritka légkörben ezekkel az ejtőernyős módszerekkel, amiket egyébként használnak, még ott nem megoldható, ma sem. Tehát ez nem az, hogy a 60-as évek, hanem úgy tűnik, hogy hát ez ilyen, hát fizika. És aztán persze, egyébként pedig a Mercury kabinnak az aerodinamikája az bizonyos értelemben kezdetleges volt, de tudta a dolgát olyan értelemben, hogy a fékező rakéta nélkül is valószínűleg jó irányba állt volna be magától egy idő után, csak a kérdés az, hogy mennyi idő után, és hogy mit él át mindeközben a benne levő ember. Ne felejtsük el, hogy a Mercury kabin alakja, ez egy olyan kutatás eredményeként jött ki, amit még az 50-es években kezdtek el, amikor még nem volt szó emberes űrrepülésekről, sőt űrrepülésekről sem, hanem amiről szó volt az, hogy az interkontinentális ballisztikus rakéták, amik atombombákat és egyéb békecsomagokat juttatnának át a Föld egyik pontjáról a másikra, azok hogyan tudják megtenni a dolgokat úgy, hogy a szeretett csomag az közben nem ég szét a légkörben. Ugye? Tehát ugye ez nagyon nem triviális, mert nem elég az, hogy feljuttatja az ember lényegében az űrbe az atombombát egy ilyen ballisztikus pályán, hanem utána a felizzást túl kell élni, tehát nem szabad, hogy mondjuk még a felső légkörben detonáljon a cucc, ugye? Vagy például használhatatlanná váljon. És akkor ennek a kidolgozásához dolgozták ki ezt a
ezt az ismert csonkakúpos alakot, amit azóta rengeteg űrhajó megörökölt. Tehát az Apollo programban is, a Gemini az Apollo programban is, most is, hát ha nagyon megnézzük, akkor a mostani űreszközök, a Soyuz, vagy a Shenzhou, vagy a Dragon, sőt, hát a Starliner, ami most repült múlt héten, az egy az egyben ugye Apollo alakú, tehát az Orion is. Tehát a mostani űrhajók is ezt az alakot követik, és minden esetben készakarva használják ezt a súlypont eltolós bulit. Na viszont adásidőnk végére értünk, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki velünk volt ma, és akit érdekel a Szokolébresztő úgy általában, az mostantól ugye a Szokolébresztő sokolébresztő.hu felületen is eljuthat hozzánk, illetve ugye továbbra is él a sokolébresztő@gmail.com, sokolébresztő@gmail.com cím, ami azt jelenti, hogy ott is írhattok nekem. És hát, hogy két hét múlva mivel jövünk, azt még nem tudom megmondani, de most két adásban volt vendégem, most egyedül voltam, most szeretném, hogyha megint lenne vendégem. Amúgy volna miről beszélgetni, tehát sok érdekesség történt és történik az űrkutatásban manapság is, tehát alig, hanem olyasmi témával fogok visszajönni, ami aktuális, és nem a 60 évvel ezelőtti történeteket fogom folytatni. No jó, hát érdekes módon ennek az adásnak elértünk a végére, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és mindjárt indítok is egy hírblokkot, attól tartok. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.